Jó reggelt kívánok a kedves nézőknek, köszöntöm Önöket, Tóth Tamás vagyok. Nos, ezen az éjszaka ismét lehűlt az idő, mivel hogy újra nagy területen kiderült az égbolt, és mivel tehát száraz a levegő az ország nagy része fölött, ezért például az északi középhegység mélyebben fekvő részein most is előfordult 0 fok alatti hőmérséklet, de a kiskunsági homokpuszták fölött is megközelítette a 0 fokot. Ez a kép nem is olyan messze készült onnan, Szeged mellett, Bokor Andrásnak köszönjük a látványos napkeltét. És manap közben ugyan gyorsan és sokat emelkedik a hőmérséklet, de az itt feltüntetettnél ki kevésbé lesz majd, vagy kevesebb gomoly felhő képződik az égbolton. Winter Tibor orrfűnél olökítette meg az alábbi igazi zöldbe burkolózott természetet, és ahogy láthatják tehát a gomoly felhős égképet. Köszönjük a képeket, meteorfotokukac.mtva.hu, ne felejtjék e-mail címünket, és most átmenetileg jó néhány napon keresztül száraz és egyre melegedő idő lesz jellemző, délnyugati áramlással érkezik most már fölénk a melegebb légtömeg. Olyannyira meleg lesz ez, hogy a hétvégén, elsősorban vasárnap már meg is közelíti, hétfőn pedig itt-ott el is érheti a 30 fokot, ma azonban ilyen melegre még nem számítunk. Észak-keletről délnyugat felé haladva tapasztalhatunk magasabb hőmérsékleti értékeket a Kárpát-medencén belül. Mindenütt sok lesz a napsütés, talán a Kárpátok vonulatai mentén kevesebb, mert hogy ott erőteljesebb marad a gomoly felhőképződés, számottevő csapadék azonban ott sem lesz. Nyugaton, délnyugaton pedig tehát már ma nyári napot is regisztrálhatnak, és ahogy mondtam, tehát kevés gomoly és fátyol felhő lehet majd az égbolton, és tovább melegszik majd a levegő. Ez egészen nagyjából hétfőig tart, akkor ugyanis egy nagyon erős hidegfront tör majd be a nap második felében a Kárpát-medencében. Már a frontot megelőzően is akár hevesebb zivatarok alakulnak ki, viszont területi átlagban továbbra sem látszik komoly mennyiségű csapadék, lehűlés viszont annál inkább. Azt is mondhatom, hogy drasztikus legalábbis a mi mércénkhez mérve, hiszen nézzék csak, kedden már országszerte 20 fok alatt marad a hőmérséklet, sőt lesznek olyan helyek, ahol alig emelkedik 10 fok fölé a maximum, és mindemellé viharos északnyugati szél is párosul majd. Köszönöm a figyelmüket, legyen szép a napjuk, és az érettségizőknek pedig külön sikereket kívánok a mai napra. Viszontlátásra!